Sziasztok, én Magyarorsi Csaba vagyok, és az Apple Blog mai adásában a vadi új Apple laptopokról fogunk beszélni. Tudom, hogy azt ígértem, hogy a héten megjelenik az iPhone 6-ra áttérésem gyalázatos története, de közben megjöttek ezek. Ne, az. Ez a kettő. Ja. Alig pár napja mutatták be őket Kaliforniában, és mi már le is teszteltük nektek mind a kettőt, hogy egy szuper rövid videóban számoljunk be a tapasztalatainkról. Kezdjük az R-rel, aminek a leglényegesebb újítása a Broadwell chipek felbukkanása. Nagyobb órajel, fejlettebb technika, amiből következik, hogy sokkal gyorsabb lett, ugye? Nem. Lefuttattam egy rakás tesztet, nem untatnálak titeket a csártokkal, mondom, mennyi az átlagos előrelépés. Kb. 4-8%-os. Még akkor sem veszed észre a különbséget, a stopperrel, colstokkal és szögmérővel felszerelve figyeld az élet minden apró rezdülését. És ez a vadi új technológia fényében legalábbis meglepő. A fogyasztás érdemben nem csökkent, így az üzemidő sem változott, állítólag az OS 10-es valamelyik optimalizált későbbi verziójával majd gyorsabb lesz a rendszer, de szerintem kár erre várni. Az viszont kiderült, hogy kétszer gyorsabb lett az SSD, így most már nem egyből indulnak el az alkalmazások, hanem egyből. Eddig sem nagyon kellett várakozni, most még úgyse kell. Nincs semmi gond ezzel az update-tel, csak szerintem az egész világ jobban örült volna, ha inkább a memóriát bővítették volna 4-8 GB-osra, vagy az alaphátértárat 128-asról 256-osra. Lássuk ehhez képest a Pro-t. Ebbe is Broadwell került, ebben is magasabb lett valamivel az órajel, a változás meg egészen pontosan zéro. Persze a Pro-nál is láthatjuk azt a néhány százalékos megugrást, mint az R-nél, de soha semmilyen emberi lénynek nem fog feltűnni, akinek nincs egy atomórához kötve az agya. Ahogy a kétszer gyorsabb SSD is észrevehetetlen lesz, mert a kétszer lassabb is felfoghatatlanul gyors volt már. Kíváncsi voltam arra is, hogy mire képes az új retinás modell a 3 éves MacBook Pro mellett, ami az akkori csúcsmodell volt a 13-as kategóriában, Core i7-es processzorral, meg mindenfélével. De érdekes módon még az sem győzi le a legújabb retinás gép. Videót konvertáltam, aztán rádobtam 3 effektet Final Cut Pro 10 alatt a videóimra, és alig 3%-kal végzett hamarabb az új gép. Szóval az i7-es chip eléggé időtálló, ha valakinek teljesítmény kell, az új modellből is válassza inkább azt, igaz, annak már 100.000 forintos a felára. Még két érdekesség. Egyrészt a teszt során a retinás Pro időnként úgy felzúgott, mint egyik másik gép sem. Olyan hangokat adott, mint a hangyák háborúja a tévében. Ilyenkor az üzemidő is drasztikusan csökkent, szóval a Broadwell is tud fogyasztani, hogyha nagyon akar. És néha nagyon akar. A másik a Force Touch Trackpad, ami az új MacBookban is van, tudjátok. Mostantól nem nyomódik le a felület, csak egy elektromágnes lök rajta alulról egyet, amikor hozzáérsz. Egészen varázslatos a cucc, mert nem hiszed el, hogy nincs mozgás, olyan megtévesztő a hatás, de a legviccesebb az, amikor elkezded egy menüben állítgatni, hogy milyen erős legyen a visszajelzés, és rájössz, hogy aminek a kattanását egy csúszkával tudod állítani, az tényleg nem fizikailag történik, hanem elektromosan. Ennek egyelőre annyi a haszna, hogyha rábögsz egy szóra és kicsit erősebben lenyomod a trackpadet, az kattan egyet, és előhozza a Wikipedia szócikket, nyilván a magyar szavaknál ez még nem működik. Videók alatt gyorsabban pörgethetsz, képre bökve előjön a Quick View, de Cupertino biztos kitalálták már, hogy mi mindenre lehet még használni ezt az ördögi technológiát. És a nagy kérdés a videó végére, amit ti is feltesztek nekünk szinte minden héten gépvásárlás előtt, R vagy Pro? Elég nagy biztonsággal kimerem jelenteni, hogy ha egyáltalán felmerül ez a kérdés, akkor az R-t kell választanotok. A kis gép is van olyan gyors, hogy az minden feladathoz elég. Akár böngészni akarsz, akár HD filmet nézni, akár 3 HD filmet nézni egyszerre, akár fotókkal vacakolnál. Szóval az R jó választás neki, de ugyanolyan jó választás még neki is. A MacBook Pro teljesítmény fölényére a többségnek nincs nagy szüksége. Ráadásul ez az előny nem is olyan nagyon nagy. Egy rakás komoly alkalmazással nyúztam a rendszereket, videós effektekkel kínoztam őket, és még ebben az esetben is csak kb. 15%-os volt a Pro előnye az R-hez képest. Ez már érezhető, de nem annyira jelentős, hogy eldöntse a vásárlást. A MacBook Pro-ért csak akkor éri meg kifizetni a 100.000-es felárat az R-hez képest, ha mindened a retinás kijelző, ami tényleg gyönyörű cucc, aki egyszer leül elén nem tud szabadulni tőle, és most már a grafikus gyorsító teljesítménye is elég a mozgatáshoz, nincs a röcögés, szóval ha inkább a könnyebb, olcsóbb R-t választanád, ne nézd meg soha a retinás kijelzőt, és nem fog fájni a szíved. Ha meg a teljesítmény kell, akkor választhatod a Pro-t, de kérd bele a Core i7-es processzort, viszont annak már 100.000 forintos a felára, így összességében majdnem 600.000 forintot kell fizetned a gépért, ami elég sok. Akármelyik modell is tetszett meg, az iCenternél megvásárolhatod őket a MOM-ban, az Allé-ban vagy az Arénában. De most még az előző generáció is elérhető sokkal jobb áron, érdemes elgondolkozni azokon, mert valós különbség igazából nincsen. Én Magyarorsi Csaba voltam, az Apple Blog mai adásában a két új MacBookot, az R-t és a Pro-t mutattuk be, a csatornánkra
itt tudtok feliratkozni a korábbi videóinkat. Itt tudjátok megnézni, találkozunk legkésőbb 2 hét múlva az iPhone 6-os gyalázatos történetemmel. Szegasztok!